Tisztelt Országgyűlés, Csárdi Antal, az LMP képviselője, azonnali kérdést kíván feltenni a pénzügyminiszter úrnak. Kit választ a kormány címmel? A miniszter úr halaszthatatlan közfeladat ellátása miatt válaszadásra Bodó Sándor államtitkár urat jelöltek ki. Kérdezem képviselő urat, elfogadja-e a válaszadó személyét? Igen, elfogadom, elnök úr. Elfogadja önni a szót, Csárdi Antal képviselő. Köszönöm szépen. A kérdés az, hogy kit választ a magyar kormány? A munkavállalókat vagy a multikat? Persze költői a kérdés, hiszen pontosan látjuk gyakorlatilag ebben a pár hónapban, ami eltelt a ciklusból, gyakorlatilag most már minden ülésre jut egy-egy olyan döntés, ami tovább rombolja, rongálja a Magyarországon munkát vállalók helyzetét. De a kérdés az továbbra is fennáll, hogy miközben látjuk, hogy a kormány végrehajtja és képviseli a magyar emberek helyett azt a neoliberális gazdaságpolitikát, ami egyébként kritikátlanul kiszolgálja a gazdasági érdekeket, addig a magyar munkavállalóknak a sorsa az továbbra is sanyarú. És itt szeretném elmondani, hogy nem az a baj, hogy gazdasági fejlesztést akarnak. Az a probléma, hogy ezt a munkavállalókkal akarják megfizettetni. És érdemes végigmenni ezen a kérdésen. 2012-es munkatörvény könyvében heti 72 órás munkavégzést tettek volna jogszerűvé, és ezt később ugye persze az EU nyomására csökkentették 48-ra. Teljes mértékben ellehetetlenítették a sztrájkot, a munkavállalói érdekképviselet legelőrősebb eszközét, de beszélhetünk azt gondolom a kafetériának a ellehetetlenítéséről is. Úgyhogy marad a kérdés, tisztelt államtitkár úr, hogy miért a multik profitját képviseli a magyar kormány a munkavállalókkal szembe, valamint mikor érti már meg végre a kormány, hogy csak megbecsült munkavállalókkal lehet sikeres Magyarország, és megbecsült munkavállalók nélkül Magyarország versenyképessége elképzelhetetlen. Köszönöm szépen. Köszönöm, Csárdi Antal képviselő. Válaszadásra megadom a szót Bodó Sándor államtitkár úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt ház képviselő úr. Nem tudnak szabadulni ettől a kérdésről, hogy vajon Magyarország kormánya kinek a pártjánál, és el sem tudják képzelni azt a gazdasági szituációt, hogy valamennyi szereplőnek jót akar. Márpedig ebben az esetben egész konkrétan ez a helyzet. A munka világában érdekelt valamennyi szereplő érdekeit szolgálja ez a módosítás, és hát engedelmével egy néhány részletet is szeretnék önnek tájékoztatásul elmondani, hogy leginkább értelmezhesse ezeket a gondolatokat. Első helyen említsük meg, hogy a kiköltözött munkavállalókat mindenképpen támogatni kívánjuk többek között, akik munkabérének megfizetését garantálja a módosító javaslat. Amennyiben a kormány rendeletben rögzíti a minimális kölcsönzési díj mértékét, nem fordulhat az elő, hogy a kölcsönző cég olyan alacsony szolgáltatási díjban állapodjon meg, amelyet később nem tud kifizetni, illetve nem tudja fizetni az ezután esedékes járulékokat. A munkaidő beosztásának szabályait módosító javaslat lehetővé teszi, hogy a gazdasági élet termelési ciklusai az igazodjon az üzemműködés, és ez megint magában foglalja a munkavállalók munkarendjét is. Magyarország gazdaságának az utóbbi években tapasztalható fejlődése tényekkel igazolható, tehát helyes úton járunk, és ezt következetesen végig is kell vinni, hiszen ez a kormányzati politikának köszönhető. Ezek között a politikai intézkedések között jelentős szerepe van a foglalkoztatás politikának, ahogy mondtam, hiszen a munkaalapú társadalom a gazdaság működésének a motorja. A munkahelyek száma az elmúlt időszakban jelentősen növekedett, a munkabérek radikálisan megemelkedtek, a munkakörülmények korszerűsítését célzó javaslat pedig mind a munkáltatónak, mind pedig a munkavállalónak érdeke. Kérdésére válaszolva látnunk kell, hogy a javaslatban szereplő módosításokból a munkavilágának valamennyi szereplője profitálhat, a kormánynak ezzel összefüggésben nem kell választania. Meggyőződésünk, hogy a javaslat egyszer eredményezi a munkavállalók munkakörülményeinek javítását és a vállalkozások sikereinek biztosítását. Köszönöm szépen. Köszönöm, államtitkár úr. Csárdi képviselőnek egy perces viszontválaszra van lehetősége. Tisztelt elnök úr, köszönöm a szót. Tisztelt ház, tisztelt államtitkár úr,
Az a baj, hogy önök nem tudnak számolni. Általános iskola, harmadik osztály. Egy évben 52 hét van, minden munkavállalónak van legalább 4 hét szabadsága, marad 48. Ha a 48 hétre a maximális 8 óra túlórát összeszorozzuk, akkor 48x8 az 384. Ezzel szemben önök 400 órát írtak bele ebbe a törvényjavaslatba, úgyhogy nekem nagyon nehéz lesz ezt önnek megmagyarázni, hogy miért is problémás ez a javaslat. Amit összességében el lehet mondani, hogy túl ezen a friss javaslaton az önök bérpolitikája kiürítette ezt az országot. Önök miatt, a bérpolitikájuk miatt van ma munkaerőhiány ebben az országban, pedig progresszív adófkulcssal, tisztességes kafetéria juttatásokkal ez a helyzet javítható lenne. Köszönöm szépen. Köszönöm, Csárdi képviselő úr. Viszont válasz megilleti az államtitkár úrat is. Köszönöm szépen, elnök úr, képviselőtársaimat, azt a mondást, hogy nem tudunk számolni, hogy egész kerekperec visszautasítom. És hát felhívom képviselő úr figyelmét, hogy az EU-s irányelv, tehát 416. Tehát innentől fogva azok a számadatok, amelyeket ön itt egymás mellé rak, nehezen értelmezhetőek, de engedelmével mégis arra hívnám fel leginkább a figyelmet, hogy az intézkedések sorában egy nagyon jelentős tényező az, hogy mindez kollektív megállapodás alapján születhet. Vagyis innentől fogva valamennyi szereplő kifejteti azokat a tényeket, érveket, amely egy ilyen megállapodás aláírása alá nélkülözhetetlen. Kérem, legyen kedves ezeket a szempontokat is figyelembe venni, és támogassa a javaslatunkat. Köszönöm szépen. Köszönöm, államtitkár úr.